Képviselő úr, tisztelt országgyűlés, Székely Sándor, független képviselő, interpellációt nyújtott be az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez. Mennyi a mediánbér ma Magyarországon címmel? Székely Sándor képviselő urat illeti a szó. Székely Sándor képviselőgépét kellene bekapcsolni. Most már jó napot, igen. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Minden hónapban kijön egy KSH adat, amiben az van, hogy a bérek 10-13%-kal nőnek Magyarországon. A legutóbbi szerint immáron egy magyar átlag dolgozó 400.000 forintot visz haza bruttóban. Ez az adat azért is fontos, mert kormánypárti képviselőtársaink ugye erre alapozzák azt a kommunikációt, hogy Magyarországon minden rendben van, dübörög a gazdaság, és az elmúlt 1100 évben sose volt jobb Magyarországon élni. Azt szeretném kérdezni kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy komolyan elhiszik-e ezt az adatot, és hogy 400.000 forintos az átlagbér. Ezt még a portfolio.hu, az önök gazdasági újságja sem erősíti egyébként meg, de hát engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mennek Magyarországon a dolgok. Szóval egy átlag dolgozó általában minimálbérre van bejelentve. Jó esetben a főnökétől kap valami fekete pénzt is, mert ugye olyan nagy az adóteher, hogy nem tudják a cégek kigazdálkodni ezt. És hát egyébként ezen kívül még dolgozik másod, illetve harmadállásban is. Így szerelnek villanyt a tűzoltók hétvégente, az ápolók 24 meg 48 óra után így mennek el házhoz is ápolónősködni. A tanárnők és az óvodai dolgozók így foglalkoznak gyerekekkel hétvégén is, vagy esetleg takarítanak. Hát így keresnek Magyarországon az átlag emberek 400.000 forintot, sehogy kiégnek, depressziósak, máról hónapra élnek, nem tudják, hogy mi fog történni velük a hónap végén. Persze nem volt ez jó a maguk kormányzása előtt se sokkal, de azért, ami az elmúlt 10 évben történik, az valóban felháborító. Állítólag ömlöttek ide az euró milliárdok, dübörgött a külföldi gazdaság, és most ott tartunk, hogy óriási az infláció, szakadt be a forint, az emberek fizetése meg a béka feneke alatt van, és az elmúlt 10 évben csak önök halmoztak föl elképesztő tartalékokat, az emberek nem, és így dübörög egy következő világválság. Hónapok óta kérem a különböző minisztériumoktól, hogy adják ki a mediánbérre vonatkozó adatot. Ugye, mint tudjuk, ez az a számítás, amiből valóban kiderül, hogy mennyit keresnek Magyarországon az emberek. Ezt mindenféle mondva csinált lózunggal visszautasítják, ezért most kérdezem öntől, önöktől, mennyi ma a mediánbér Magyarországon, és miért nem tudják ezt nekem írásban is elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Sanda Tamás államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ahogy az iménti felszólalását hallgattuk, azt mondom, hogy olyan érzésünk támadhatott, mint hogyha bő 10 évvel ezelőtti parlamenti ülésen lettünk volna. Amilyen helyzetet ön próbált lefesteni, az valóban helytálló volt Magyarországon, viszont akkor a miniszterelnököt Gyurcsány Ferencnek hívták. Tudja, ő az az ember, akinek a segítségével ön parlamenti mandátumhoz juthatott, és nem tudom, hogy beszélte ezekről a kérdésekről vele, amikor arról tárgyalt, hogy hogyan csúszhatna be a demokratikus koalíció farvizén az országgyűlésbe. Tisztelt képviselő úr, ön úgy beszélt, mintha nem lenne ismert ön előtt, hogy a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 milliót. Ez a rendszerváltás óta először fordult elő. Ön figyelmen kívül hagyta azt a tényt is, hogy 2010-hez képest, vagyis amióta az ön ideológiai szövetségesei Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon befejezték a ténykedésüket, mintegy 840.000 emberrel többen dolgoznak Magyarországon. Ezzel szemben a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején a munkanélküliség folyamatosan nőtt. Tudja, mekkora volt a munkanélküliség ráta 2010-ben? 12%. Ma mennyi? Rekord alacsony, 3,3%. Tisztelt képviselő úr, a magyar gazdaság 2019-ben majdnem 5%-kal nőtt.
Tavaly az elmúlt 20 év legjelentősebb államadósság csökkentését sikerült elérnie a kormánynak. A reálkeresetek 83 hónapja nőnek töretlenül. 2019 első 11 hónapjában a versenyszférában 11,5%-kal, a közfoglalkoztatottak nélkül számolt közszférában 7,7%-kal nőttek a keresetek az előző év azonos időszakához képest. A reálbérek 7,6%-kal haladták meg az előző év azonos időszakát. Jelentős bérnövekedés volt többek között az egyéb szolgáltatások, a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar, valamint a kereskedelem területén. 2010 óta a családi kedvezménnyel számolt nettó keresetek több mint 90%-kal emelkedtek, ami jól mutatja, hogy egyre jobb Magyarországon élni, a családok helyzete pedig folyamatosan javult. A minimálbér és a garantált bérminimum 8-8%-os emelése, a munkaerő iránti fokozott kereslet, a régiós bérverseny miatt a keresetek dinamikus növekedése várhatóan pedig 2020-ban is folytatódik. Tisztelt képviselő úr, amit pedig a munkaadók terheire mondott, az több mint valótlanság. Ez a kormány az adócsökkentéseknek a kormánya, és ha jobban belegondol, akkor ön is pontosan tudja, hogy kik az adóemelésnek a hívei, az ön barátai és szövetségesei. A gazdaságpolitikánknak az egyik alapvető eleme az adócsökkentés. A kormány az elmúlt években jelentős adócsökkentéseket hajtott végre, ami pedig hozzájárult a magyar gazdaságpolitika sikeréhez. Magyarország jelenleg a legnagyobb adócsökkentő az Európai Unióban. A munkáltatói adót 2017-ben 22%-ra, 2018-ban 19,5%-ra, majd 2019. júliusától 17,5%-ra csökkentettük. Ma tehát a 2010-es 27% helyett 17,5%-os munkáltatói adóval kell számolnia a vállalkozásoknak. Rekord alacsonyra, 9%-osra csökkentettük a társasági adó kulcsát. Tudja képviselő úr, hogy 2010 előtt mekkora volt egy átlagos középvállalat adóterhelése? 52-56% között mozgott. Ma ez csupán 36%. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Köszönöm államtitkárnő. Megkérdezem Székely képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ? Hát az a helyzet, hogy itt az elmúlt egy percben, négy percben fantasztikusan sok számot hallhattam, meg hallhattunk, de hát egy szám az nem hangzott el, hogy mennyi a mediánkereset Magyarországon. És én erre kérdeztem rá, és nem hiába nem mondják el, mert pontosan tudják, hogy borzasztóan kevés, főleg azokhoz a számokhoz képest, amelyek maguk hazudnak minden nap a médiában, úgyhogy sajnos ezt a választ nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az államtitkári választ 108 igen szavazattal, 39 ellenében, 1 tartózkodással elfogadta.